friss és üde levegő van idekint. 9:30, kávésüli. Esik az eső. Fura egy jószág ez a YouTube, hogy miért mondom ezt? Azért, mert az utóbbi napokban megállt a feliratkozó áradat. Valószínűleg az az oka, hogy a YouTube egy-egy videódat így fellendíti, felkapja és ajánlja, mivel hogy nagyon nagy a nézettsége, és utána ez abba marad. Tehát egy ilyen hullámvölgyet kell elképzelni, hogy megy-megy fel az a bizonyos görbe, és utána elindul lefele. Nagyon éhes vagyok, úgyhogy előtte még beugrok gyorsan venni magamnak egy reggelit. Isteni finom ez a sonkás csiga, az albán pékségből. Hibátlan. Készen vagyok a mai forgatással, most viszont mennem kell Szegedre, a vonatállomásra, apukám jön Pestről. De itt kell kimenni. Vagyok, ott sétál az öreg. Jó! Grillezünk már megint. Ez csak egy ilyen nagyon gyors grillezés. Feldobtunk néhány csirke mellett, úgyhogy ez lesz egy ilyen kis könnyű kis vacsora. Akkor következzen a hihetetlen hírek. Hát a mai hihetetlen hírekbe egy olyan sztori lesz. Hey, szevasz csipesz! Most hihetetlen híreket mondok. Benne vagy a képbe. Szóval a mai hihetetlen hírekbe egy olyan hír lesz, ami igazából egy igaz hír, egy megtörtént hír. Innen magótól nem messze, Szegeden történt ugyanis. Egy csalóról van szó. Méghozzá ez a csaló több mint 4 millió forintot csalt ki az emberektől Szegeden. Különböző eszement ötletekre, illetve beruházásokra kért emberektől úgymond kölcsön pénzt. Nagyon okos volt az emberünk, ugyanis így a tárgyalásai során azokat az embereket szemelte ki leginkább, akik az ezotérikus dolgokra fogékonyak voltak. Ennek a sztorinak, illetve ennek a hírnak a legérdekesebb része az az volt, amikor egy olyan beruházásra kért kölcsön pénzt, ami igazából valótlan dolog. Ő az idegen erők helytartójának adta ki magát, több mint 9 méteres űrbéli idegennek akart házat építeni, legalábbis ezt mondta az embereknek, és erre kell neki a pénzt. Az emberek nem tudom, hogy mit hisznek, tehát hogyha valaki eléd áll avval, hogy figyelj Géza, kellene nekem 1,5 millió forint, mert nem sokára érkezik, jövő héten egy 9 méteres űrbéli idegen, és kell építeni neki egy házat, akkor az azt valaki elhiszi, vagy azonnal előveszed a pénztárcádat, és dobsz 1,5 millió forintot az emberkének, aki megkér, vagy mondjuk ilyen kérésekkel nem találtak még meg, nem tudom, hogy titeket esetleg találtak-e már meg valami hasonlóval. Ha igen, akkor kommenteljétek be. Ennyi lett volna a mai hihetetlen hírek. Majdnem eltalált Rubika a labdával, nem sikerült neki. Köszönjük szépen a mini barbecue, nem is barbecue, mi volt ez, mini grillezést. Indulunk haza. Sziasztok! Találkozunk holnap. Ja! Yeah.